Jól fogy a sertéshús ebben a nyíregyházi hentes üzletben. A januári áfacsökkentés hirtelen keresletbővülést hozott, de a hentes üzlet vezetője azt mondta, az emberek érezhetően jobban szeretik a csirkét, ezért a kezdeti fellendülés után mostanra már alig fogy több sertés, mint a korábbi években. Január 1-ével csökkent a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra, ezáltal az első hónapban lényegesen megnőtt a sertéshús iránti kereslet, ez a csirkehús rovására ment, azonban egy jó rövid időn belül, tehát egy jó hónapon belül ez valamennyire kompenzálódott. Még jelen pillanatban is a sertéshús iránti kereslet a tavalyi évhez viszonyítva egy minimálisan, tehát januárhoz képest minimálisan, de élénkebb. A legnagyobb kelet-magyarországi baromfi feldolgozó cégcsoport ügyvezetője azt mondta, az ő forgalmukon is érezhető volt a sertéstermékek évelei áfa csökkentése. A kereslet azonban mára visszatért a korábbi évek szintjére. A jövő évre tervezett áfa csökkentéstől azonban jelentős bővülést vár a cégcsoport. Egy komoly forgalmi fellendülést várunk. Az igazság az, hogy számolni mindenki tud, a fogyasztó is, a kereskedő is. Ez azt jelenti, hogy 1/5 évvel fog csökkenni a boltokban a baromfi húsok ára, és ezt a fogyasztó biztos vagyok benne, hogy forgalom növekedéssel, magyarul többletvásárlással fogja honorálni. 2017. január 1-től 5%-ra csökkenhet a baromfi termékek mellett a tej, valamint a tojás áfája is.